Mai sportadásomban a Gyirmód FC Győr NB2-es labdarúgó csapat elleni utolsó előtti felkészülési mérkőzés legizgalmasabb jelenetét gyűjtöttem egy csokorba. Itt a felirat ne téveszem meg senkit, hiszen Gyirmód FC Győr Bicske TC 5-1 lett valójában, nem 1-5, tehát elnézést kérek ezért a feliratért, de lényeg az, hogy 5-1 arányban szenvedtünk vereséget, és ennek a mérkőzésnek a legizgalmasabb jelenetét gyűjtöttem egy csokorba ma. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Műsorom végén egy rövid visszapillantás a tavaly itt Tatabány elleni visszavágó mérkőzés góljára és a hangulatára. Mivel augusztus 2-án elkezdődik a minden idők leghosszabb NB3-as labdarúgó bajnoksága, hiszen három csoportban 20-20 csapat méri összerejét, és a sors milyen fura dolgokat hoz elő, hiszen a tavaly sorsdöntő feljutást eldöntő mérkőzést játszottunk a Nagybuntú Tatabányával, most pedig a frissen feljutott és a Komárom-Esztergom megyeit utca-ossza megnyerő bányász otthonába kezdjük el bajnoki pontvadászatunkat. Na de rátéve erre a mérkőzésre, hiszen gyönyörű stadionban játszhattunk, itt jön ki kapujából Szűcs és biztosan hárít, és így szöglethez jutottak a hazajök, de ebből nem lett semmi. Ideális idő és egy gyönyörű sportkomplexum várta a bicskei tornaklub felnőtt labdarúgó csapatát szerdán kora este Győr Gyirmóton az Alkofel stadionban, ahol egyébként nem kevesebb, mint 8 darab labdarúgó pálya segíti a felnőtteket és az utánpótlás felkészülését. Két rutinos mester, Csertő Aurél és Fukmi Dagan kedélyesen beszélgetett a mérkőzés előtt, majd kezdetét vette az összecsapás, amely előzetesen Gyirmóti fölényt ígért, hiszen a felkészülési mérkőzését sorra esetenként imponáló gólkülönbséggel nyerte korábban a hazai gárda. Csapatunk a Bicskei Tornaklub ezúttal a következő összetételben szerepelt: Szűcs, Mlinárcsik, Sötét, Horváth, Madarász, Pekovszki, Denzinger, Kákonyi, Lassú, Kürti és Varga Zoltán összetételbe kezdett, csereként pedig Varga Zsombor a 38. perctől, Farkas Máté a 46-től, Radó Dani 46. perctől, Németh János a 46. perctől, Lencsés szintén a szünetben, illetve Valentics is a szünetben került bevetése, Penylik 72. perctől, Marticsek 72. perctől, Török a 72. perctől kapott lehetőséget. Hála Bajor, Móli és Gál ezúttal kimaradt a csapatból. Na és akkor nézzük a mérkőzés rövid összefoglalóját, ahogy azt ígértem. Egy jobboldali támadás van kialakulóban a hazaiaknál, a Gyirmód FC csapatánál. A játékos betör és átemeli a labdát, és ott a gól. Mindez a 14. perc eseménye, hiszen Hajdú adott be balról, Szűcs alászaladt a labdának, és Majer a kapu torkából a hálóba bólintott. Íme, tehát a gólszerző, Majer fejezte be ezt a támadást. Jól kerül a 34-essel játszó hazai játékos a védelmünk mögé, át tud emelni Szűcsön is a védelmünk, védekező játékosunk mellett, és érkezik Majer, aki közelről megszerzi a hazai csapat vezetését. Ezzel a Majer góla, tehát szűk negyed óra elteltével vezetnek a hazaiak 1-0 arányban. Nem sokat kellett várni az újabb gólra, hiszen a 18., azaz 4 perccel később történik mindez. A újabb támadás a hazaiak részéről. Lendületes, jó belőtt labda, és még ott van a Laszti, nem tudunk szerelni, majd most, és akkor szépen kihozzuk a Lasztit, és felszabadítunk. Egy újabb támadás, jön a beadás, megpattan a beadott labda, tovább fejlik, és félfordulatból ballal, nagy félfordulatból megszerzi a hazai csapat másik találatát. Mindez a 18. perc eseménye volt. No és akkor nézzük még egyszer ezt a jelenetet, hogyan volt a másik bekapott gólunk. Itt bal oldalon vezettek támadást azért. Megpattan védőnkön a labda, de még oda kerül a 11-es pontra. Ott egy tovább csúsztatott labda, és nagy magáé teszi balla, félfordulatból kilövi a hosszút. Hát igen, ott három védőnk között lőtte el a labdát Nagy Patrik, és akad be a labdája a bicskelyek hálójába. Ezzel a góllal tehát már 2-0 arányban vezet a Gyirmód FC Győr csapata. És akkor mi is próbálkozunk ritkán, de egy nagy távoli lövés lassú lészéről, de ez a lövés jócskán elkerülte a hazaiak kapuját.
Újból jönnek a gyirmótiak, jön a beadás, egy csúsztatott labda, és ott van a gól. Ajjajj, hát ez mondhatnám azt, hogy védelmi hiba is, meg kapus hiba is. Habár Majer nagyon oda centiszte a hosszúra ezt a fejest, mert bizony elég volt csak megcsúsztatni, jól érezte a hosszú sarkot Majer, a hazaiak támadója, és fejelte be csapatának a harmadik találatot, íme még egyszer. Jó jön a beadás, jön a labda elé a játékos, védünk lemarad, Szűcs lemarad egy kicsit, majdnem beleért a labdába, kicsi kellett volna, hogy kitenyerelje a labdát, alaponan túlra, de nem sikerült neki, és így megvan a gyirmótiak harmadik gólja. Na tehát ezzel a Majer találattal a 22. percben már 3-0 arányban vezettek a hazaiak. Közben elmondom, hogy csapatunknak ez már a negyedik felkészülési mérkőzése. Még egy van, egy volt hátra, Dabas Gyón ellen, július 25-én. Hazai pályán játszott csapatunk, de erről majd egy kicsit később. Újból jönnek a hazaiak, a gyirmótiak, támadnak nagy lendülettel. Már 16-osan be egy nagy lövés oda a rövid sarokba, de Szűcs helyén van és kitenyereli a labdát. Még egyszer ez a támadás. Nagyon határozott a támadó. Kicsit lassítva és nézhetjük ezt a kapura lövést, és Szűcs Lajos remekül nyomta ki, tenyerelte ki a lasztit oda az alaponon túlra. És akkor újból a hazaiak maradtak támadásba, szöglet után jön a beadás, és rosszul találja el a hazaiak játékosa a labdát, de még így is bevánszorog, becsorog a labda, és ezzel 4-0. Ez volt a 25. perc esemény, amikor Lázár góljával 4-re növelik az előnyt a hazaiak. 25. perc esemény, Vagyiska éles lövését ütötte szögletre Szűcs, majd utána jött ebben a percben a vicces góla növelt előnyét a gyirmót, ugyanis beívelt labdát, Lázár rosszul talált el az ötösön, de annyira, hogy a jobb alsó sorokba guruljon a játékszor, tehát nem annyira, hogy ne guruljon be, és az bevánszorgott, becsorgott oda a hosszúba a labda, és ezzel a Lázár találatta már 4-0, 25 perc eltelte után, és jönnek újból a gyirmótiak, hát igen, ők azért NB2-es, mezőnyben szerepelnek, és igen komoly játék előtt képviselnek, ez pedig már a 29. perc eseménye. Egy kapufa talán érinti a kapufát a 20 méterről, igen, nem érintette, de nagyon kicentiszte hazai játékos a jobb felső sarkot, de szerencsénkre nem ment, bemaradt, tehát egy 4-0-ás hazai előny, ezúttal jobb oldalon próbálkoznak a gyirmótiak, jön a vadás, ott az ittszer, de játékos fejéről lecsúszott a labda. Újból hazai próbálkozás ezúttal bal oldalon. Jó labda, jó a betörés, bátor vállalkozás, és bizony ott. Hát igen, ez egyértelmű. 11-es, 29. perc eseménye, Nagy Péter szabadrugásra centikkel került a jobb felsősarkot, azt láthattuk, 2 perccel később egy Milnárcsik hozott össze buta 11-est, amikor rajta tújtó Vagyicskát az alaponánál buktat, tehát ezt láthattuk. És jön a sértett büntetője, így is van, Szűcset elfektetve értékesítette a megítélt büntetőt Vagyicska, aki kiharcolta ezt a 11-est, fogta labdát, leállította és így rúgta be, íme még egyszer, és ezzel megvan a félidő végeredménye, hiszen 31 perc eltelt után 5-0 arányban vezettek a gyirmótiak a Bicske elleni felkészülési mérkőzésen. Ez tehát a 31-32 perc eseménye, és újból jönnek a hazaiak, próbálkoznak ezúttal jobb oldalon, egy távoli lövés, egy kapufa, kijön a labda, és védünk felszabadított, sötét volt az, aki kirúgta a labdát, és mondta társainak, hogy bizony ne hagyjátok lőni a játékost, igen, ott nem volt előtte senki, szabadon lőhet kapura a hazaiak támadója, és hosszú kapufát talált el, a hosszú sarkon lévő kapufát talált el. Ezúttal bal oldalon jönnek már Zitzer, és ez is kapufa, ha jól látom, igen, mert bizony Szűcsön túljutott, Szűcs mondjuk jól zárta a szöget, és nem tudta, ha beljebb rúgja, akkor Szűcs véd, viszont a kapufa segítségével jutott alapon túlra, ezek szerint beleért Szűcs is, igen,
Így van, remek védés, nem is kapufa volt, egy remek védés volt ez Szűcstől, most már láttam ismétlésben, hogy bizony nem kapufárom, Szűcs tenyeréről pattant ki, itt újból Szűcs véd remekül a rövid sarkon állt, és tenyerelte ki ezt a nagy lövést. Íme még egyszer ez a helyzet, már túljutnak védőnkön a hazaiak, az egy játékosabb bekerül a labda középre, vissza oda a lövő játékoshoz, aki meg is suhintja, de jó helyen volt, Szűcslős és tenyerelte ki a labdát alaponan túlra. Ezúttal szögletre mentettünk. Linácsik volt az igen, aki mentett, és akkor jön baloldalról a szöglet. Egy mellel való lekezelés után ballal lőtte kapura hazak játékosa, de lövése jócskán fölé szállt. Jobb oldalon próbálkoznak ezúttal védőink, mögé kerülnek, egy nagy lövés újból véd Szűcs, remekül tenyerelte ki a hosszú sarokba tartó labdát, íme még egyszer támadó kapura lő keményen, beadás helyett a kapura lövést választotta a gyirmoltiak támadója, a lövését, remekül védte Szűcs, ezúttal mi próbálkozunk, eddig szép a kombinációnk, egy kicsit hosszú az átvétel, de még ott maradnálunk, és ez pontatlan, passzal jöhetnek a hazaiak újból. Egy távoli lövés, amely bizony jócskán elkerülte a Bicskeje kapuját, és ebben a pillanatban a három játékvezető véget vetett az első játékrésznek, és akkor jöhetett a második félidő. Itt már sok változást eszközött mindkét edző, hiszen elmondottam, hogy nálunk kik voltak a cserék a mérkőzés elején, a hazaiaknál még majdnem, hogy teljes sort cserélt a mester Csertői Aurél, és így hoppá, itt van egy helyzet, ettől függetlenül újból helyzetbe kerültek a hazaiak, ezúttal mi támadunk, mi próbálunk szépíteni, egy pontatlan passz a hazaiaktól, egy jó labdaszerzés a Bicskelyektől, kikerül a labda ide balra, most már csak egy jó beadás kell, jön is a beadás, de ezt is kifejelték a hazai védők, és újból mi próbálkozunk a gyirmolti védő ront, és Lencsés ballábos lövését védte Hásfalvi, íme Lencsés, a visszafutó Bicskelyek játékosa, szalad vissza, bizony jó löket volt, csak talán kisodródott helyzet miatt könnyedén tudta ezt fogni a hazaiak kapusa. Egy újabb Bicskei támadás, jön is a beadás, ajj, de szép volt ez a beadás, kár, hogy nem jutott el oda a játékosunkhoz, aki bent középen várta. Íme egy nagy szerelés a hazai védőtől, és így szögletrugás következhetett a Bicskei csapat javára. Baloldalról jön a szöglet, ívelődik be, kifejelik, és ahaj, felszedték játékosunk ütőjét. Hát bizony ez nagy lehetőség volt, de a játékvezető hagyta tovább benne a játékot, itt egy kemény ütközlet után jó labdaszerzés, német lő és lövése jó 2-3 méterrel hagyta el a gyirmóti a kapuját. Itt van német János, aki lövése szánt el magát. Kicsit majd később a tatabányai meccs közben beszélni fogok, hogy ki honnan jött, hiszen nagyon sok játékost próbált ki itt a felkészülési mérkőzések során. Vukmé Dragán a Bicskei csapat szakmai igazgatója, vezető edzője, így tehát volt neki bőven kikből, miből válogatni, 12 új játékost igazoltunk eddig, de még jön a 13. is, és ezekről majd egy későbbi adásunkban, azaz a tatabányai mérkőzés rövid összefoglaló után jelentkezünk, illetve tájékoztatjuk önöket, hogy ki honnan jött, és itt egy újabb kapura lövés, de hát ez gyenge volt játékosunk részéről, mert Valentics bal belsővel próbálta bevenni a hazaiak kapuját, de lövése fölé szállt, ezúttal a hazaiak próbálkoznak itt a másik játékrészben, ritka egy alkalom volt ez, hiszen a második játékrészt mi irányítottuk végig, egy kis ivószünet, hiszen óriási hőség volt itt a gyirmóti pályán, az Alkufer stadionban, amely nagyon gyönyörű 5000 ülőhelyen rendelkezik, fantasztikus stadion, öröm volt ott játszani, Csertői Aurélt láthattuk egy pillanatra, és ezúttal újból a gyirmótiak próbálkoznak, hosszú a szöktetés, és jó a szerelés játékosunk részéről. Tehát 5-0 után jönnek a Bicskei cserék is, de már szünetben is történt egy pár, frissített a mester,
Lencsés teszi be a labdát Ivelivel, de jön Hársfalvi, a hazai a kapu védője, és szeret ide be középre rúgta, rosszul veszi át a védő, és buktatják játékosunkat, ha jól látom, az Valentics, igen, Valentics Márk nagyon frissen, ügyesen mozgott itt a második játék részben a beállása után, és bizony nagy veszélyt jelentett a hazai kapujára, most is ő harcolt ki egy szabad rúgást, amelyet, ha jól látom, Német az, aki el fogja végezni, ott van ugyan Penlik Szilárd is, vagy Német, 9-essel, úgy néz ki, hogy Német csavarja, megpattan a lövés, és érkezik Farkas Máté, és közelről bevágja. Na Máté, egy ilyen tatabányán, és akkor újból elégedettek lehetünk az eredménnyel is, meg a góljaiddal is. 76. percben szépít Farkas Máté, a Bicskeik támadója, és ezzel Gyirmót FC Bicskei Tornaklub felnőtt labdarúgó csapatának a mérkőzésén az eredményállása 5-1 a Gyirmótiak javára. Hát ez bizony szép gól volt, már nagyon érdett, hiszen a második játék részben sokat támadtunk, többet birtokoltuk a labdát, többet kezdeményeztünk, és ennek meglett az eredménye, de még nincs vége, hiszen lesznek jelenetek itt is, ott is, egy távoli lövés, amely Jócskán fölé szállt. Ezúttal jobb oldalról jön a hazaiak szögletrugása, ivelődik át a hosszúra, jön kapujából Szűcs is, beleért, bele tenyerel, és ki tenyereli a labdát? Hát, még a lassításba sem tudom kivenni, hogy most belérte vagy sem. Ettől függetlenül jövünk újból, baloldali támadással, egy rossz passz, után jönnek ezek, nem sokáig megszerezzük, egy rövid passz, és újból jöhetünk, ezúttal hoppá, igen. Német Jánost buktatják, a 16-oson belül is maga a sértett jön, és fogja a labdát. 81. perc eseménye, Német keverte meg a Gyirmóti védelmet, amikor buktatták a büntető területen belül, megítélt 11-est, Német fogja elvégezni, tehát maga sértett. Na nézzük, mi lesz ebből. És oda pont, ahova a kapus megy, és másodszorra sem tudja belőlni Német János, hiszen nem pattant ki annyira Hársfalviról, hogy duplázhasson a Bicskeiek támadója. Íme még egyszer a büntető előtti pillanatok. Egy rossz csel a hazaiaktól, egy jó labdaszerzés Némettől. Német nem adja le, pedig ott mellette fut játékosunk, de inkább a cselt választotta, amelynek meglett az eredménye, hiszen büntetőz jutott. Török Dávid volt ott bent középen, pacsiznak is Némettel, hogy nem baj, Jani, hogy nem adtad le, legalább egy 11-es kiharcoltál, amely, hát napjainkban mondjam, hogy fél gól, hát a 11-es az teljes gól egyébként, mert 11-est nem lehet védeni, csak rosszul dugni, és ennek a bizonyítékát látjuk most. Éppen Német János, hát igen, oda helyezi a kapufa és a középvonal közé, tehát nem ment nagyon szélre, és rá tudott készülni a hazai a kapuvédője, egyébként is Hársfalvi jó irányba ment, és könnyedén védte ezt a 11-es Farkas beadását, kitolják a védők, itt egy újabb szerelés, és ezúttal kihozzák. És akkor az újabb támadás, hoppá, itt egy nagy les, a játékvezető nagyon helyesen ítélt szabad rugás csapatunk javára, hiszen óriási lesről iramodott meg a hazai játékosa. Ezúttal jobb oldalon próbálkozunk, egy jó labda átvétel, igen ám, de egy picit elpattant, ha jól láttam, török volt ott, aki mellel lekezelte, itt meg egy hosszú indítás, jó még a labda, de már a partjáző lenget íme. Nagyon jól vezették egyébként a játékvezetők, itt is nagyon jól látták, hogy egy picit lesen tartózkodott a Bicskeiek játékosa. No kérem, azért mondjuk el, hogy 5-1 lett a vége, még mindig vannak helyzetek. Július 10-én Balaton-Lellén 2-0-ra győztünk, ez volt felkészülési sorozatunk első állomása, Lellén 2-0-as győzelem, majd jött a következő mérkőzés a BVSC ellen, itthon arról már láthattak rövid összefoglalót, 1-1-et játszottunk, következő harmadik felkészülési mérkőzésünk egy igen erős, komoly NB3-as ellenféllel szemben volt. Taksony legyőzött bennünket 4-0 arányban, majd jött a Gyirmót elleni mérkőzés, amely 1-5, tehát 5-1-es hazai sikert hozott, és végül Dabas Gyónában 25-én fejeztük be a felkészülési sorozatunkat, itt pedig egy újabb les, amelyen nagyon jól döntött a játékvezető.
tehát Les volt, Dabasgyön ellen 1-1-et játszottunk, és akkor augusztus 2-án az NB3-as bajnokság kezdetét veszi Tatabányán, és ki nem emlékezne még arra a csodálatos 2019. június 15-i szombat délutánra, amikor a Bicskei Torna Klub az osztályozó visszavágóján 0-0-ás hazai mérkőzés után idegenben a Tatabányai Grassis Gyula stadionban tornyai akció után Farkas Szemfüles góljával a mennybe ment, azaz feljutott az NB3-ba. Akkor az örömittas Bicskeiek azt kívánták az elkeseredett bányászoknak, hogy találkozzanak egy év múlva NB3-ban. A sors gyorsan korrigált, hiszen BTC biztosan bent maradt. A Tatabánya pedig első helyről a megyei bajnokság lefújása után osztályozva nélkül feljutott a harmadosztály nyugati csoportjába, és itt vége a mérkőzésnek. Csertői és Vukmé Dagan köszöni meg egymásnak a játékot. Na tehát, a sors még abban is segített, hogy mindjárt a nyitó fordulóban sor kerül a visszavágóra, hiszen a két szomszédvár egymás ellen kezd, augusztus elején, 2-án 17:30-kor. Minden bizonnyal óriási érdeklődés és remek hangulat mellett. Nehéz meghatározni a két egymásnak feszült csapat játékerét, mindkét alakulatnál jelentős változások voltak a játékos keretben. A Bicskeiek már 12 átigazásnál járnak, és látható, hogy a csapat összeérése még nem fejeződött be. Vukmé Dagan maximálisan bízik megfejtelított keletében, és biztosan lesz egy-két meglepetés is a kezdő 11-ben. Közben itt láthatjuk a mérkőzés góljait, a Gyirmót FC Győr Bicskei Torna Klub felnőtt felkészülési mérkőzésen. Egy biztos, óriási hangulat és táblás ház várható a Bányászváros arénájában. A leglelkesebb szurkolókat tömörítő Bicskei Tigers csoport Kis Csaba és Nagy Attila vezetésével már hangolnak. A klub pedig ingyenes szurkolói busz indításával segíti az átjutást. 16 órakor a Bicskei sportterepről induló járatra lehet jelentkezni. A Bicskei Tiger zárt csoportjá, Facebook csoportjában és a Bicskei TC mindenki által elérhető Facebook oldalán. Gyere velünk, legyél ott te is! A régmúlt időkben még a Real Madridot is mind vendégül látott stadionban, drukkolt ki kedvenc csapatod áhított győzelmét. Szól az írás és a propaganda a bicskei szurkolók felé, hiszen nagyon bízunk abban, hogy jó idő, remek játék fog újból lenni a Grassis Gyula stadionban Tatabányán augusztus 2-án. És akkor nézzük a további párosításokat, hiszen augusztus 9-én Nagyatádon vendégszerepelünk 17:30-kor, 12-én egy szerdei napon Veszprémbe megyünk, 16-án vasárnap már otthon játszunk a Puskás Akadémia 2 csapat ellen, 23-án Balatonfüredre utazunk, 26-án vasárnap 18:30-kor, tehát esti meccset játszunk a BKV előre ellen itthon. A Bicskei Torna Klub 2 csapata 16-án kezdi bajnoki szereplését Pusztavám ellen, idegenben 17 órakor kezdenek, 22-én szombaton 17 órakor BTC 2 Szár, örök rangadóra kerül sor 29-én szombaton 17 órakor Bakony Csernye, otthonába látogat a BTC 2 csapata. Nézzük, szeptember 6-án Bicske Vál megye másodosztály, tehát ez vasárnap van, szeptember 5-én viszont NB3-as csapatunk Komárom ellen játszik hazai pályán. És akkor még egy hír, hiszen itt már a Tatabányai Grassis Gyula stadionban vagyunk, visszaidézzük június 15-ét 2009-ből. Láthatjuk, óriási táblás ház fogadta, de csak ezen az oldalon, a túloldalon is rengetegen voltak, tehát közel 3000-en látogatták meg a Tatabánya Bicske osztályozó mérkőzést. És akkor még egy nagyon fontos hír, hiszen augusztus 1-én szombaton 17 órakor Fejér megyei kupát játszik a BTC 2 csapata. Idehaza a hazai pályán fogadjuk a Vértes Atya együttesét. Na kérem, hát ilyen táblás ház várta túloldalon is azt a bizonyos osztályozó mérkőzést, amikor játszottunk a Tatabánya otthonában egy remek kis mérkőzést, amelyen
Így győztük le a tatabányai bányász együttesét ezzel a támadással. Nézzük jobb oldalról, jön a baldás, átad a hosszúra, a védő felfejeli, érkezik Tornyai, jól fordul be, és lövése, kapufáról kicsattan érkezik Farkas, és ott a gól! Na kérem, hát ilyen gólt szeretnénk vasárnap is, azaz augusztus 2-án látni csapatunktól. Teljesen mindegy, hogy ki rúgja. Csak valaki rúgja be 0-0-nál, és legyen ez az eredmény. Tatabánya, Bicske, 0-1 kérem. Ezt érdemes megnézni még egyszer. Tudom, nagyon fáj a tatabányék szívem, amikor ezt a támadást látják, de ez egy akkora korszerű támadás volt, amelyet tanítani kell, és tanítani lehet erről, illetve arról az oldalról is, hiszen tatabánya a hibát kell, hogy elemezzem, mi pedig ezt a jó lefordulást, befordulást, amelyet Tornyai mutatott be, és lövése már gólt érdemel, hiszen kapufáról csattan ki a labda, és érkezik Farkas Máté, fiatal játékosunk. Hasonló gólt lőtt az előző mérkőzésemet, láthattunk a Gyirmót ellen is, a kipattanón ott volt, hiszen ott kell lenni játékosunknak a kipattanó labdákon. Nagyon bízunk benne, émejt a közönség, tehát ezzel a közönséggel, hogy újra sokan el fogunk menni tatabányra, és bízunk benne, hogy hasonló gólt szerez majd valaki ezen a bizonyos első NB3-os bajnoki labdarúgó mérkőzésünkön, és itt van örömittas Bicskelyek hazaérkezése. A buszon ekkora volt, az ünnep ilyen volt, a hangulat óriási volt, hiszen örömittasan jöttünk haza, hiszen ezzel harmadszor kerültünk fel az NB3-as labdarúgó bajnokságba, és szerepelhettünk remekül, amelyet tudjuk már, hogy sajnos koronavírus miatt félbeszakított a Magyar Labdarúgó Szövetség, de mi előkelő helyen végeztünk, és bennmaradtunk simán, nem volt a kiesési gondjaink végig, de én nagyon bíztam a fiúkba, hiszen valamennyien tudtuk azt, hogy nagyon jó erős csapatunk van, és ez a csapat alkalmas lett volna arra, hogy ott végezzen az első 5, első 6-ban. De hát már ezt nem tudjuk meg, mert félbeszakadt bajnokság után, ugye véget ért a szezon, és így kezdődhet egy új alapokból, és akkor elkezdhetjük a második NB3-os tagságunk második évét, hiszen az első évben jó szerepelt együttesünk, illetve jónak mondható olyan szerepelt csapatunk, hiszen a 10. helyen végzett, 19 mérkőzés játszott, 5 győzelem, 7 döntetlen, 7 vereséggel befejezve az évet, az évadot 20-24-es gólkülönbségünk volt, 22 szerzett pontunk, 38%-os teljesítményt jelentett ez a csapat életében, kiesett ebből a csoportból a Hévíz és a Balaton lele. És akkor nézzük az NB3 nyugati csoport első fordulóját a 2020-21 évi küzdelem sorozatban. Puskás Akadémia, Moson-Magyaróvár, augusztus 2-án 14 órakor Felcsúton, Érd, Gárdony, a többi mérkőzés tehát 2-án kerül sorra, valamennyi 17:30-kor kezdődik, Érd, Gárdony, BKV előre Komárom, Balatonfüred, ZTE 2, Veszprém, Mórfehérvár 2, Nagyatádi FC, FC Nagykanizsa, Tatabánya, Bicske, harmadik kerület, Ménfőcsanak, Sopron, Pápai Peruc és a Lipót Pékség, szabad idő ese, mérkőzésekre kerül sor. Én remélem és bízom benne, hogy jól szórakoztak, és egy ilyen gólt augusztus 2-án Tatabányán jöjjenek minél többen erre a mérkőzésre. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes tévézés, jó pihenést kívánok mindannyiuknak, viszont hallásra!